Enni kell, aztán ágyba, holnap mész az iskolába, aludni kell, ezt megértem, de fürödni minek nékem, holnap úgyis piszkos leszek, anyu ebből mégsem enged. A játéknak vége mára, dugnak már is be a kárba. Hideg a víz, most meg meleg, szappan csípja szememet. Kiabálnék, van már jogom, de félek, hogy jön a pofon. Itt a kis szék, lép csak ide, fürgén töröl anyu kezem. Aztán felvesz a hátára, így indulunk a szobába. A nyakában kapaszkodom, közben egyre mondogatom, hogy fürödni felesleges, holnap úgyis piszkos leszek. A mama szeme barna? Neki nem olyan szeme van, mint a szomszéd Paula néninek, és nem is olyan szeme van, mint a többi néninek. Paula néninek egyszer véletlenül nekiszaladtam. Nagyon sikított. Nézd a kis haramját, mondta. Még földök. De aztán megismert. Te vagy az? Kérdezte. Leesett a fejemről a sapka, ott hevert Paula néni lába előtt. Fel kéne kapni és elfutni. De Paula néni nézett engem. Két nagy szemét rám mereztette. Most még nagyobbra nőttek a szemei, mint máskor. Hozzám nem jön ilyen szemekkel, mert úgy megdagadtak a szemei, mintha valaki nagy csizmával Paula néni nyakára lépett volna. Nem mertem lehajolni a sapkámért. Vers és próza. A Tompa Mihály vers és prózamondó verseny különböző szintű fordulói rendre egymás utánjában zajlanak, iskolai, körzeti, járási, kerületi szinten, s innen már csak egy ugrás az országos fesztivál, ami nem csak versenylázzal jár, de nívós, szórakozási lehetőséget is biztosít a versenyzők számára. A csongrádisok általában, már ha az elmúlt évek eredményeit vesszük górcső alá, akkor inkább a verset favorizálók csapatát erősíti, de az idén, aki prózához nyúlt, az nagyon jól teljesített. Végtelen színes válogatás, legyen az a felkészítő pedagógus, vagy a lelkes szülő, avagy a diák választása, és az előadásmód is ott volt a toppon. Így hát a Berényi Kornélia vezette zsűri nem volt irigylésre méltó helyzetben az iskolai fordulóban, de hogy mindig, az idén is megszületett az eredmény, kik azok, akik a továbbiakban képviselik az iskolát. Az első kategóriában három elsős, Kunyik Zsófia, Metz Corina és Tóth Izabella győzte meg a zsűrit. Prózában Baracska Anna, Molnár Dániel és Virág Laura versenyez tovább. Baracska Bianca már a második kategóriában mondja el a versenyre választott versét, Forró Lilla, Humai Emma és Kovács Kristóf viszont prózát mond ugyanebben a kategóriában. A nagyok csupán négyen indultak, és a zsűri elvárásait teljesítették is mind a hányan. Versben Halda Melinda, prózában Kanyicska Réka, Lackó Anikó, Sukola Eszter Öregbéti a csongrádi nevét.